Jézust az Isten eleve elrendelte, engesztelő áldozatul. Hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Az Isten hosszú tűrésénél fogva. Róma. 325-26. A harmadik hozzáállás. Azok, akik ehhez a harmadik fajta hitbeli meggyőződéshez, avagy hozzáálláshoz ragaszkodnak, úgy hiszik, hogy Isten minden gyermekének joga van fizikailag meggyógyulni. Isten gyermekei ugyanazon az alapon kaphatnak gyógyulást, a fizikai testük számára, amilyen alapon a bűneik eltörlését kapták meg a szellemük számára. A gyógyulás része a megváltásnak, része Isten megváltó tervének ugyanúgy kaphatunk gyógyulást is, ugyanazzal a hittel, ahogy a bűnök eltörlését kaptuk. Nem valamilyen különleges hit segítségével kaptunk üdvösséget. Minden hívő ugyanúgy született újjá. Isten nem a szerint üdvözít embereket, hogy kiszemel néhányakat, és azt mondja, na, őt üdvözítem, ejtek egy kis hitet a szívébe, hogy üdvözülhessen. Nem. A Márk 16, 15-16-ban ezt olvassuk. Azt mondta nekik Jézus, elmenvén e széles világra Hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkározik. Egyáltalán nem lehet kérdés a számunkra, hogy Isten akar-e gyógyítani, vagy sem. A gyógyulás része az ő megváltó tervének vagyis akar gyógyítani. Megvallás Ugyanúgy kaphatok gyógyulást és egészséget a fizikai testem számára, ahogy a bűnök eltörlését megkaptam a szellemem számára. Isten megváltó terve Biztosítja a bűnbocsánatot és a gyógyulást is számomra.